Üdvözlöm a kedves nézőket itt a Félmódi végjátszások Reloaded szegmensben, és hát azon belül pedig a Super Meat Boy végjátszás folytatásánál. A mikrofonnál Fény 92-t hallatjátok, és itt vagyunk többen, ugyanis itt van még velem Dragon Rider is, és Dávid is most itt vannak, mint vendégszereplők ebben a játékban is. Üdv. És itt van Dr. Firis újra, aki beintett. Ti ezt még nem láttátok, ha jól tudom, ezt a bevezetőt. Még nem. Még nem vettem rá magamat, hogy kipróbáljam ezt a jakkét. Kis szegény Meat Boyt jó megverte Dr. Furious, Bandage Girl pedig elrabolta. És akkor mire vársz, egy mencs meg hős? Zene az jó, hogy igen, hogy főleg nekem emlékszem, jó zenéje van. Ó, igen. Jó, és itt tartottunk már az ötödik fejezetnél, és az atomtámadás után vagyunk. Ó, de szép. Megint láthatjuk ezt a bevezetőt, amit már láthatok. Ó, de régen játszottam a Super Meat Boy egyébként, mert most ugye nem volt közel két hétig semmiféle tartalom, és most veszem fel újra az anyagokat. Hát két és fél hete volt, szerintem, hogy utoljára játszottam Super Meat Boy-jal, úgyhogy lehet, hogy picit szoktam tőle, ez nagyon jó, hogy ez a megamenes utalás, akkor a tetején meg ott van, hogy darált Meat Boy. A hansos lenne, hogy a hölgyek onnan, jó? Kis szemét láda. Nice. Na, úgy álltunk, hogy azt mondja, a 16. pálya jön már. Ugye, mint látható, van egy-kettő, amit sikerült A pluszra teljesíteni. Ez nem csak ugye az első fejezetben volt ilyen must dolog, hogy ott mindegyik A pluszos legyen, és a többi fejezetnél már inkább ezt elengedtem. De igazából a 17 teljesítendő, minimum teljesítendő pályából már 15 megvan, úgyhogy igazából két pálya múlva mehetnénk is a boss fightre, de azért végig fogom az összes pályát csinálni. Jön a 16-os. Jaj, hogy is volt ez? Nem is emlékszem már. Ja, emlékszem, igen. Ó, ez jó lesz. Jó haj. Hát ilyen úgy, ez a tipikus nehéz játék, azt mondja. Igen, ez egy nehéz platform, ez direkt ilyen. Ugye itt nem lehet így elérni Bandage Girl-t, hanem így kell szépen följönni. Hát igen, csak az a baj, hogy nekem ott úgy kéne ugranom, hogy... Ugye, mert ezek a kis világító, ezek, amikből látjuk, hogy pulzálnak, ezek eltaszítanak maguktól. Aha. Tehát nekem úgy kell ugranom, így, igen, most kell nagyon óvatosnak lenni. Nem beleugrani a fűrészlabba. Nézd is fáj. Annyira nem rossz. Jaj, ne, visszakerültem ide, ne! Ez a kurva. A francba, igen. Ó, meg só van, vagy ez a hab. Borotva hab, nem szabad beleesni. Igen, inkább az ilyen borotva só korábban volt ugye a Salt Factory-ben. Hát ez így kilátástalan volt. És még raktapaszt is láttam ott a Bandage Girl mellett, szóval még azt is föl lehet szedni, hogyha valaki nagyon szeretne túl teljesíteni. Hát ez megint habfürdő lett. Ott van egyébként, igen, az a kis rózsaszín valami, az akar lenni a raktapasz. Ajj, hát ez nem volt jó. Abban biztos, hogy szögbe kell ezt az egészet eltalálni, és akkor fog működni a dolog. Ez nem jó. És mert már az elején is ugye vannak olyan pályák, amik hát az igen nagy kihívás biztos. Jaj, tanak a franc egye meg ott a hülye fűrészlapon. De mondjuk én ezen a játékon nem húzom föl magamat, mert ezt tudom, hogy ez ugye direkt készült ilyennek, és ez az, ami ilyen, hát hogy mondjam, emeli az élvezeti értéket. Ja. Igen, ezt megint elrontottam. Jó. És ezen a részen kéne valahogy úgy tovább mennem, így. Igen, nem így! Át tudtam volna menni és visszahúztam a karaktert, ez nem jó. Lehet, hogy ezt az egy pályát fogom megcsinálni az egy órás felvételemben?
szép lenne. Hát azért reméljük, hogy nem. Na most már jó, igen. Ezt az egy szörnyet kéne itt igen, hogy kibekkelnem. Nem jó, ó, ezt valahogy máshogy kéne itt megcsinálnom, mert így visszakerülök ide. Igen, és így másodjára már képtelen vagyok megcsinálni. Arra az egyre kéne ott rájönnöm, hogy azt ott hogy fogom tudni megcsinálni. Ej, nem jó, nem jó sajnos. Mondjuk skippelhetem a pályát, ha akarom, de akkor meg nem fogom tudni megcsinálni az összeset sajnos. Bár tényleg ez, hogy tovább megyek legfeljebb, aztán hogyha nagyon nem tudom megcsinálni, aztán majd valahogy visszatérek én még ide. Inklévnél is végülis meghatároztam ugye, hogy nem Billy Mace-el fogom a megcsinálni a játékot, szóval itt is lehet, hogy lesz egy kis változtatás. Á, ez nem lesz jó. Nem. Jó. Most még kezdem megtalálni ezeket a pontokat, hogy hol kell Meat Boyt nekem eleresztenem, hol kell ugranom vele. És hogyha itt ugrok, ez így kilátástalan, ez nem jó. Ugyanabban itt kell szem elengednem, igen. És nem tudtam csinálni most ott másodjára, és jó, most kezdtem tényleg belőni azokat a pontokat. Jújújúj, csak ez a... Valami ne tudjon elcsípni. Hát, ja, hogy oda rá lehet arra ugrani! Oda rá lehet ugrani, akkor azt hiszem, hogy megvan... Jézusom, ma nem elcsípett. Jó, van! Megvan! Megvan! Az idő nem érdek, a 30 másodperc alatt meg lehetne ezt csinálni, na ne idegesítsél fel a játék. Kíváncsi, hogy nekem mennyi volt egyébként. Az baj, én úgy visszaestem, szóval... a helyzet az, hogy igazából meg lehetne csinálni az A pluszért 30 másodperc alatt. Hajrá! Nem, itt már nem érdekel egyébként. Igen, itt volt az, hogy visszaestem. Jó, mindegy. Meg lehet csinálni. The Kingdom, királyság, miért a pálya? Hát ez egyébként nem tűnik királyságnak. Vagy miért vártam ennyit? Vakaróztam itt közben. Hoppá, Jézusom. Azt a mindenit! Jaj, megint van ez a rakétás, ne! Ne. Jaj, ne. Hoppá. Ja, hogy azt nekem úgy ki kell lövetnem a... Úha, jó van, hoppá. Nem kéne így sietni. Nem működik. Az ágyú tövében sikerült kinyíratnom magamat. Megint. Ez az! Ez gyönyörű. Már ilyen fűrészlövő is van, nem szórakozó. Jézusom! Az igen. Ne, megint a rakétás! Ez mint a Vladi Treplen, csak rosszabb. Amúgy hasonlóság van bőven. De ez ugye jóval korábbi, mert ez 2010-es játék. Hát a kolos minden múlt a pár ötletet a... Lőd ki! Megvan! És A plusz! Azaz! Meg tudtam A pluszra csinálni. Fa! Ja, nem. Várj, 23 másodperc volt ott ez a szintidő. Kicsit mennyi lett ebből. És 23 alatt van akkor. Vagy a környékén. Miért mentem át? Itt volt egy ilyen szerencsés út. Aha! 19! 19 másodperc alatt sikerült.
Úristen. És látom, kegyetlenségű, még oda tették a izét is. A... raktapaszt. Persze. Hát az így nem fog működni. Lehet, hogy ezt akarom, hogy csinálni, hogy átugrunk. Igen. Jó. Nem ok, nem jó. Nem volt jó. Háj, nem tudom fölvenni úgy a kulcsot, hogy ne esnék bele basszus a izébe. Fíriszlabba. Hoppá. Ez esélytelen volt. Jó, majd rájövök egy idő után, hogy ezt hogy kéne megcsinálni, hogy Isten igazából. Hát, hogy nézem, hogy ha feljebb ugrok, akkor vajon... Ah, úgy sem fogom azt érni valahogy. Nem így. A fene megeszi a pofidat. Nem egyszerű. Nagyon nem egyszerű. Alul is az a hab. Most még lehet, hogy meg lehetett volna. Azaz! Azaz! Csak fönn kéne maradnom. De miért nem tudok fönn maradni? Pedig azt én meg fogom tudni csinálni. Most már látom a lényegét, de... Ah, ez úgy volt szar, ahogy volt. Jó, 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 nem kéne elszarni. Elszartam! Ah. Akkor lehet, hogy vissza fog ide ugrani. Ja nem, mert ott, meg, ott is fűrészt van, nem tudok megállni sehol. Ah, tehát mozgásban kell folyamatosan lennem, amíg ez az egész lánc itt végig nem jön. De nem kéne... De nem, de hülye vagyok. Nem kéne oda fölugrani. Jó, hát ez esélytelen volt. Teszem fel nektek a kérdés, hogy mennyire agydurrantó játék ez így nektek elsőre. Hát ez egy ki... izé... idejelné maga, az biztos. De jött ott keresztbe az a szar és az is elkapott a szemiszemet. Ennyi szar egy helyen én ezen kikészülnék, hát, tehát így a... Elején tartottam valahol is, már az is elég volt ez. Jézus. Hát igen, és ez a legrosszabb, hogy itt nem állhatsz most már meg, tehát itt folyamatosan mozgásban kell lenned. Ah, nem figyeltem arra, hogy hogy lő az ágyú, jól van. De én már látom, hogy megcsinálható. Tehát... Igen, ha nem vettem bele magamat ugye az az egy... ágyú az, ami ott engem zavar a jobb oldalom. Ha az nem lenne... Áh, bele is ugrottam megint a izében. Hát ez 22-es csapda. Áh, azt a mindenit. Jaj, sors, könyörülj már meg rajtam. De miért ugrok ekkorákat? Tök fölöslegesen. Végre kezdek ráérezni arra, hogy mi a dörgés. Veszélyes. Jó. Hát most te... Á, nem, még ott az a fűtis! Az igen. Mert ugye van ott fönn is egy ágyú. Jézusom, mondom, hogy én ezen kikészülnék. A nézésébe fogtok kikészülni. Engem meg úgy visztek el majd a rohanmentők. Ez
már... Ez már nem bullet hell platformer hell. Hát és... Azért elképzelem, hogy a... készítők is, amikor végeztek a játékkal és így megcsináltak a végső teszteket, akkor hányszor szitták egymást. Ugye nem tudom, hogy John, ez a te pályád? Igen, igen, jó, akkor rohadjál meg, remélem, hogy nem kap semmit azért karácsonyra. Anyától egy forró csókot legfeljebb. Ács, velük urak! Ha ez meg lesz, akkor azt mondom, hogy fáklyás felvonulást fog tartani. Ilyen örömünnep lesz. Ah! Ez gyönyörű. És megint eltaláltad a felső. Jó, nem tudom, minek ugrok. Akkor is kifogom valahogy, meg fogom csinálni most már. Kezdek rájönni végre, hogy ezt a jobboldali ágyút hogyan kéne kikerülnöm, csak most meg túl korán ugrottam. Az ágyú meg ugye az én két szép szememért nem fog hamarabb lőni. Ha beledöglök, akkor sem. Azt a fölsőt kéne még majd nekem valahogy, az a baj, annyira sok mindenre kell ugye figyelni, hogy egyszerűen képtelen vagyok ennyi mindent egyszerre így észben tartani. Tehát figyelnem kell a karakteremre, ugye, hogy ne csúszson túlságosan le. Figyelnem kell a jobb oldali ágyút, hogy mikor lő ugye átlósan és mikor lő így négyirem vagy normálisan, mint ugye most. És akkor még figyeljem közben, hogy hogy mozog a felső ágyú és mikor lő, úgyhogy az engem elkaphat. Most például, igen. De ott azt egyetlen egy ugrás kéne még valahogy plusz a meccsen. Ó, az milyen jó volt. Jó. Én túl hamar ugrok. Jó, megvan! Ott van, és megint A+. Még ezt, és tök jó, hogy a legnehezebb pályákat sikerül A+-ra megcsinálni. Ennyi próbálkozásom volt, te jó ég, és még látszik, amelyet küzdöttem ott. Ennyi szenvedés után jól megérdemelt A+. 14 másodperc, kicsivel több, mint 14 másodperc volt. Ez gyönyörű. Na, Wrath, ez a következő pálya. Igen, megint a Firis lövő. Hát az hogy képte? Ne már! Két ágyú! Aj! Jaj, ne, engem hagyjatok békén! Most mit? Mi? Ne, vissza kell mennem! Mert azt a Viagóban, de a franc egye meg! De! Jó! Fú, azt te megúsztam ott! Itt futni kéne! Hát ez már nem sikerült. Azt hiszem, hogy kimaxoltam a szerencsefaktort korábban, úgyhogy... Ajjajjajjajjaj. Jó. Jó. Oké. Okay. Azt megvan, amíg úgy füzel. Ajj! Francba. Nem baj. Az előző után ez komolyan mondom felüdülés egyébként. Hát így van. Jó. Nem is így van, hogy szenvedés volt egy. Júj! Jó, megvan. Hello! Hát ezt... Úgy utálom ezt. Azt hiszem... Bármilyen rossz döntés azok illetek ez az életemben, azt ennek fogom betudni. Nem, ezt most már megvárjuk. Jó, jó, ezt majd elrontsuk el, itt a vége, megvan. Ez is A+ lett. 29 másodperc volt itt a A+-os idő. Nekem sikerült. Na, ilyenkor kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt sikerült.
Érted? Na, az volt az első, amit elrontottam, hogy fölmentem, igen, mert... Igen... 24, 24 és fél. Na... 20-as pálya, jól láttam, hogy az utolsó pálya. És utána a boss fight jön. Hopp. Ajaj. Ezek a dögök is. Ó, engem nem ölsz meg. Óha. Ott át eshetnék bizony. A hülye fűrész meg ott volt. A francba! De hogy kikerültem azt a szart, egy jó ég. Hány pixelen múlott a halálom vajon? Jaj, nem, most beszáll a buliba ő is. Ne, menjél el innen! Ne! Megvan! Én is A+. A legnehezebb pályákat sikerült A+-ra megcsinálom. Hm. Ott az... Fú, az hány pixel lehetett vajon? Majdnem haltam meg. Na, 21 másodperc kellett a 32 helyett itt. Jöhet a boss fight. Kicsit itt milyen boss kapunk. Kukac! Hú, ember! Így kell büfögni. Ajaj! Nyomják a 2.5. Jézusom! De itt mit kell csinálni? Vagy azt kéne esetleg elvárnom, hogy beleugorjon a... Aha! Aha! És közben elcsíptek. Hoppá, megint elcsíptek. Jó, most már tudom legalább, hogy azt kell érnem, hogy beleugorjon a fűrészbe. Hogy? Ja, mert hogy ilyenkor már még ott lő ki magával még valamit. Á, ezt nem vettem én észre. Aúba. Jó, ő is ledarálta magát, meg engem is elcsípen. Jaj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 
jó. Ja, már a boss fight. Ajjaj. Azt a kúrva. Jó, ha nem szorozik a játék. Úgy nyit. Ennyi, ledarálta magát. Nem baj. Zene az epik az én. Hát hogy kapott az el? Na mindegy. Hát az, ugorjál csak szépen bele. Ne! Én is belugrottam. Azaz. De még a közelükbe se szabad lennem ezek szerint, nem hogy ezért. Jó, oké. Azaz, megvan a második. Ó, az igen. Most, de vajon őt hogy fogom tudni legyűrni? Áj, és úgy, hogy ő is belugrik, igen, csak erre figyelnem kell, hogy ilyenkor amik kis fehér maszlaokot repkednek ki, amikor a második, harmadik kukaci kiugrik. Op, 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 op. Jó, van, összeraktam én ezt most már.
És ilyenkor meg nem megy bele a... Aha, tehát csak beleugrani tud a fűrészlapba, jól van. Jó étvágyat kívánok! Jó, a következő az az ugrás lesz. Ne! Te szemét! Te senki! Milyen önfeláldozó kukacok, hogy belugranak a fűrészlapba, csak megöljenek engem. És ott volt az a mocskos rohadt izé felvonó vagy platform, a mozgó platform, ami miatt izé meghaltam. Te szemét! Te mocsok szemét. Mocskos. Jó van, itt üvöltenek. Jaj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 
Ne már! Ez volt a gól nélküli egy-egy, amikor ő is meghalt, meg én is. Jó. Ah! Pedig elkapta volna. Franc egye meg, mindegy, nem baj. A platform is időnként útban van sajnos. Na ezt én hogy éltem túl? Na most már aztán... Na jó, aztán megyünk tovább, nem érdekel. Na, gyertek szépen! Na, ugrás be a vizék közé! Jó van, üvőcsé még itt. A francba! Most már beleugrottál volna, mint mert már engem is megöltél, de szemétláda. A felső darálta le. Ilyet sem üzéltem még, tapasztaltam még. Jajjaj. Na jó, inkább én nem futok, mert bajok lesznek. Nem? Á, de! Na. Hát az eddigi boss fightok egyszerűbbek voltak azért ennél. Ennyi érezhető a játék, hogy most már ugye vége fele vagyunk. Hanem csak a világos világ, tehát még a sötét oldalt még nem csináltam meg. Dark side. Feel the power of the dark side. Ez az! Ez az! Jó kettő! Nem szabad most már elrontani. Istenem, csak... Jó! Megvan! Hogy lehetném még egyben, amikor ledarálták saját magukat, ezt nem tudom. Oh-oh. Mert még van két lezárt világ, ha jól láttam, szóval szerintem még megyünk tovább. Aha, igen, hatodik. The End. Jó van, és akkor mi akar lenni az a másik kérdőjel vajon? Mm-hmm. Jaj, ez még melyik játéknak a bevezetője? Most nem is emlékszem erre. Vagy ez... Jaj, ez Pokémon! Nem viszont azért tele van ilyen paródiákkal. Igen, igen. A bevezetők főleg volt Castlevania-s. Na, itt meg kell csinálni mind az öt pályát, tehát itt nincs mese. Na, lássuk. Ott egy pára meghaltak már lent a tüskében. Uh-huh.
Aha, itt a kulcs. Most megnézem, hogy errefele mi van. Ott egy másik kulcs. Jó. Fogalmam nincs egyébként, hogy hogy kéne ezt valójában megcsinálni. Tehát én most csak... úgy mondjam, próbálkozok. Ott van Bandage Girl. Az a baj, hogy ebből az irányból... azért idejre gondoltak a készítők, ebből az irányból nem fogom tudni megközelíteni azt a részt, mert hogy ott van az a forgófűrész, ezt lehetetlenség kikerülni. Muszi. Itt kell nekem nagyon óvatosan fölugranom. Jó, megvan! Na, második pálya. Igen, le van zár, ott a kulcs lent. Ajjajjaj. Azt kell elérnem, hogy így egyenesen tudjak lezuhanni. Igen. És valószínűleg azon az úton kell visszajönnöm, az nagyon jó lesz. Megnyugtat a játék. Felmegy a vérnyomásod a végén. Lehet. Remélem, hogy van egy ilyen hátsó bejárat, hátsó ilyen... Igen. Szívroham. Szívlapát lesz a vége. Az! Jó. Jó, hát... felfele vezető utat sajnos nem látok, szóval nekünk itt kell most visszamennünk. Te a mocskos fűrészes rész, azt nem tudom, hogy fogom tudni megcsinálni. Amíg lehet, hogy visszafele még könnyebb is lesz. Most így megnéztem. Na, hát ha nem csinálnék ilyen mozdulatokat, akkor biztos, hogy jó lenne. Jó, most már sietek. Mondjuk, ha csak fűrészek vannak, kis fűrészlapok, az még azt mondom, hogy ah, oké. Csak izé ne legyen ez az ágyús történet meg, amik eddig voltak. Hop, 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 ájjaj. Tartok tőle, már csak rosszabb lesz, mert hát ismerve az ezeket a játékokhoz. Hát most már ez a pálya van, meg még három, és... szerintem akkor már lehet, hogy tényleg vége lesz. Nem tudom, egyébként akkor mi lesz ez a... lehet, hogy ez a plusz fejezet az akkor van, hogyha a sötét oldalt is megcsinálom. Úgyis meg ki fog derülni. De hát ott, na, ott fogom tépni a hajamat főleg. A szép lesz. Mert ott a klasszikus videójáték tematikát alkalmaznak, tehát három élet, no continue. Ja, az jó. És a három életet, annyira... az pikpak elveszíted. Aha, tehát akkor az még ráadásul nehezebb is, jó. Aha. Az meg. Gyönyörű. Van egy olyan sandagy öröm, hogy így ennek a játéknak most titeket sikerült elvesztenie, mint potenciális játékosok. Hát még az a light oldalt megcsandaldák, nem biztos, hogy izé, nem tudom, mert... én azt hiszem nem játszottam sokat ezzel a izé light side-os világos részével se. Hopp. Valamiért meguntam hamar, nem tudom mi volt az ok, nem a nehézség egyébként, valamiért nem volt meg. És... hát meg te mondtad ugye, hogy a platformereket annyira azért nem komáltad soha. Nem, mondjuk lenne a nehéz is, akkor nem biztos, hogy izé. Igen, hát vannak ez... vannak kivételek, de hát... ez meg aztán pláne. Még vannak kivételek, meg a retro mini konzolon azért van egy pár, amit szeretek. A Kamu Game Boy-on ugye. De hát... ez van. Te ma milyen epikus itt a zene. Igen. Ennek a játéknak is jó zenében. Nagyon, nagyon kevés játék van, amik szar a zenéje, de hát... az akkor tényleg ikonikusan szar. A Crazy Bass. Crazy Bass, igen. Annak a szorfos Right to Hell-nek egy egész jó zenéje volt ott nem az eszert. A zenéjé közt egész jó voltak a kis amúgy. Azért, hogy most én becsuknám így a szememet, de hát mondjuk pont ennél a játéknál ezt nem merném megtenni. Akkor így ezt a zenét hallgatva egy ilyen egy középkori csatát tudni kell képzelni, vagy egy ilyen gyűrűk uraszerű valamit. Egy epikus középkori csatát, hogy jönnek pallosok minden szarral, és akkor... ugye egy Naxos boss fight alá be lehetne válni egyébként, nekem az ötöttem, de még... az is, igen.
Na igen, igen, ilyen fantasyben ilyen nagy csatornát jön meg. Meg vagyunk! Még A plusz is lehet, na. És viszed a nőt, vagy innén, de még mindig nem. Még mindig Dr. Sirius viszi. Ennyi. Hát ebből nem lesz a filcolás. Hát nem. De nem mondjuk föl, menj mindig. A hős megy a farka után szokta. Lehet egyébként, igen, itt arról van szó. Mondd el Eli Wakon, de egyszer azt hiszem ott volt, hogy a, ilyen, hogy a Mario, hogy a Mario megy a farka után még úgyis. Hát mondjuk jogos. Ja. De hát akkor bárkit ide lehetne sorolni. Ó, igen. Hát azért nem, nem, de elég sokat. De ugye Geralt az nem, azért nem a Farka utcán, mint a Witcher 3-ban, mert az már a fogadott lánya, az meg úgy kicsit hülyén vendé ki magát.